Tombol a kánikula az országban, a strandok mellett a folyópartokat is ellepték a fürdőzni vágyók. Az egészségügyi szakemberek szerint ilyenkor fontos az elővigyázatosság, ugyanis különböző fertőzéseknek vagyunk kitéve. Folyamatosan érkeznek a fürdőzni vágyók a marosvásárhelyi vikendtelepre. A szabadidőközpontban már a délelőtti órákban nagy a zsúfoltság, a strandolók a forró nap elől a medencékbe menekülnek. Fürdőzésre alkalmas tiszta víz, mondja a vikendtelep igazgatója. A medencék vize azonos a vízüzem vizével, az átszűrt és kezelt víz minőségileg pedig csak nem iható. 24 órából 24-et folyamatosan cserélődik a víz. Emellett hetente egyszer teljesen ki is cserélik a medencék vizét, tette hozzá, a strandolók nem tartanak a bőrbetegségektől. Nekem eddig semmi problémám nem volt így a... Szerintem egész. Tiszta a víz, rendezett, igen. A Marosparton is gyülekeznek a fürdőzni vágyók, ez a férfi például a kutyájával úszik a kétes tisztaságú vízben. Olyannal is találkoztunk, aki bár tudja, hogy a folyóvize korán sem tiszta, mégis bemerészkedik a folyóba. Nagyon nem ajánlatos az, és sokat, és főleg inni, hogy nagyon ne igyon belőle. Biztos, hogy nem nagyon egészséges, hát így nem ritka. A bőrgyógyász szakorvosok viszont óvatosságra intenek, a nem megfelelő minőségű víz komoly betegségeket idézhet elő. Gombás fertőzéseket, vagy akár virális fertőzéseket is ide tartoznak a különböző típusú szemölcsök. Ezt ugye valaki... Ha megtörténik ez a fertőzés, összeszedi, akkor mindenképpen, ha nem kezelődik ki ez a fertőzés, akkor kockázatot jelent egyrészt, ha a továbbiakban a nyár folyamán akár a strandon még megfordul, fürdőzik, vagy medencéknél, úszodákban, vagy akár a családban is ez egy egészségügyi kockázatot fog jelenteni. A hatóságok egyébként felhívják a lakosság figyelmét arra, hogy csak engedélyezett strandok vizében mártozzanak meg. A fürdőhelyiségek üzemeltetői az elkövetkező napokban is számos vendéget várnak, főként, hogy holnapra az ország több részén is narancssárga jelzésű hőségriadót bocsátottak ki a meteorológusok.